Ez a Moszkva tér mai adása, köszöntöm a kedves hallgatókat egy forró stúdióból, itt van velünk Mester Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Szia Gábor, hogy bírod ezt a nagy hőséget? Nehezen, de a fronton még nehezebb, szóval forró nyár van itt is, de ott még forróbb lesz ez a nyár, tehát mi legyünk türelmesek, de nehéz egyébként. Üdvözlöm a hallgatókat. Bekapcsoltuk a légkondit, ha esetleg belezúg a felvételbe előre, és elnézést kérünk, de ilyen szauna hangulat kezdett itt kialakulni. Mivel a Wagner zendülést itt az elmúlt napokban elég rendesen kitárgyaltuk, és ajánlom is a kedves hallgatóknak, hogy hallgassák vissza ezeket a felvételeket, ráadásul ma Hidegkúti Konstantin is érkezik hozzánk, ezért most kifejezetten a front helyzettel foglalkoznánk. Ugye nagyon érdekes látni, hogy elindult az ukrán ellentámadás, és ezzel kapcsolatban mindenki eredményeket vár. Van egyfajta ilyen hurrá optimizmus némely szakértők részéről, ugyanakkor mások meg azt mondják, hogy nagyon-nagyon rosszul állnak az ukránok. Te hova tartozol, neked mi az álláspontod? Ez a hova tartozok, ezzel most megleptél egy picit, mert nem tartozom sehova, tehát én nem a szakértői vitákba szeretnék bekapcsolódni. De hogy hova tartozom, tehát mégiscsak válaszoljak arra, úgy gondolom, hogy nagyon forró nyarunk lesz, ezt nem véletlenül mondtam. Ez az ellentámadás, ez még korán sem lejátszott, viszont elég rosszul indult ukrán szempontból. Tehát az, hogy akik most elkezdik mondani, én igazából Kijevre gondolok, az ukrán narratívára, nem az, hogy egyes szakértők ezt ennek drukkolnak, vagy annak drukkolnak, hanem arra, hogy a kijevi narratíva megpróbálja menteni a menthetőt. Tehát mindebből az olvasható ki, hogy nem erre gondoltak, nem erre számítottak. Én azt nem értem, hogy... Nem értem, hogy mire számítottak, mert a műholdak korában egyértelmű volt, a Telegram csatornák tele voltak azzal, hogy milyen kiépített mélységi védelem van Zaporizsia irányából a Krim felé. Tehát az oroszok egy év alatt építették ki? Tehát elfoglalták a területet, és már elkezdtek? Vagy ezt még az ukránok építették ki? Nem, ezt az oroszok építették ki, és nem is egy év alatt, hanem ez tavaly szeptember óta épült ki, és most kezdhetjük megérteni sokkal jobban, hogy miért is, nem csak ezért, de többek között miért is nem siettek annyira Bakhmut elfoglalásával, hiszen Bakhmutnál rengeteg ukrán erőt kötöttek le. Tehát az ukrán ellentámadás, ami készülődött már így a tavasz eleje óta, pontosabban azóta, miután nyilvánvalóvá vált, hogy a nagy idézőjelben a nagy orosz támadásból nem lesz semmi, az pedig a télre várta mindenki. Tehát az ukránok nem tudták igazából elkezdeni az ellentámadást több oknál fogva. Az egyik ok az volt, hogy Bakhmutnál szerintem az oroszok nagyon ügyesen és jól lekötötték a nagyon komoly ukrán erőket kötöttek le. Itt fölmerül a kérdés, hogy az ukránok ebbe miért mentek bele. Tudjuk, hogy az ukrán katonai vezetés nem akart ebbe belemenni, az ukrán katonai vezetés föladta volna Bakhmutot, hiszen stratégiai szempontból messze nem ér annyit, mint amennyi erőt lekötött, amennyi élőerő veszett ott, viszont a politikai akarat egyértelműen más volt. Véleményem szerint erről már beszéltünk korábban, és ez hibás elgondolás volt. Viszont azért értemes talán most egy picit beszélni róla, mert ezt most, ahogy mondod, kezdem megérteni, hogy olyan stratégia tényleg lehetett, hogy Bakhmutnál húzzák az időt, közben az oroszok meg ástak, és megépítették. Pontosan erre akarok kiukadni. Akkor így viszont elmondható az, mert ugye erről is vita volt, hogy kinek a csapdájába sétált be Bakhmutnál, hogy akkor az oroszok duplán nyertek, hiszen lekötötték az ukrán erőket, meg aztán később még el is foglalták Bakhmutot. Így van. Az nem volt kérdés, hogy elfoglalják előbb vagy utóbb Bakhmutot. Tehát az erőviszonyok ismeretében számomra egyértelmű volt. Az idő volt itt a kérdés. Viszont az, hogy ez elhúzódott, hogy tudatosan húzták, vagy elhúzódott önmagától, vagy nem csak önmagától, hanem azért, mert az ukránok ott a vártnál és a keleténél nagyobb ellenállást tanúsítottak. Az alatt nagyjából ki lehetett tavaly szeptembertől, vagy tavaly ősztől inkább így fogalmaznék, ki lehetett építeni Zaporizsjánál a
mélységi védelmi vonalakat. Az oroszok közben, hát egyrészt levonták a következtetést abból, hogy mi történt a Harkivi fronton, hogy még egyszer az ne történhessen meg, ezért is kezdték el kiépíteni ezeket a védelmi vonalakat. Erre volt idejük, mert az ukrán ellentámadás egyrészt, ahogy említettük, az erők lekötöttsége miatt nem tudott elindulni, de amiatt se tudott elindulni, hogy nem volt hozzá technika. Tehát a nyugati segítség nem érkezett meg, sőt, az ígért segítségnek a nagy része még most sem érkezett meg. Tehát nagy kérdés az, hogy mikor lesz Ukrajna olyan erőben, technikai szempontból, hogy hatékony ellentámadást tudjon végigvinni. Én azt látom, hogy tehát tüzérségi és légi fölényben az oroszok vannak, ez a nyár végéig egyértelműen úgy marad, sőt, tovább is úgy marad, mert hogyha mondjuk az F-16-osok úgy döntenének, hogy mégiscsak már mehetnek, azért ott is még hónapok, sőt év kell ahhoz, hogy azok hadrendbe tudjanak állni. Vagy nem az, hogy merék kiképezték rájuk az ukrán pilótákat? És biztos, hogy elkezdték őket, de azért ehhez még akkor is idő kell. Egyébként pedig a kiképzésről, a gyors talpalókról annyit, hogy ez a mostani ellentámadásnál is látszik, hogy két-három hónapos, vagy ne adj Isten, egy-két hetes kiképzéssel azért mire lehet menni. Tehát a mostani ellentámadásnak a kudarca nem elsősorban, de részben ezzel is magyarázható. Tehát a gyorsan kiképzett ukrán katonák nem tudják úgy használni, olyan hatékonyan használni egyelőre azt a nyugati technikát, mint azt lehetne, illetőleg kellene. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy véleményem szerint, ahogy az oroszok, így ha az elmúlt 16 hónapra visszatekintünk, ilyen szárazföldi háborúba, szárazföldi regionális háborúba nem vettek részt az hosszú ideje, ilyen típusúban biztos nem, úgy a NATO sem. Tehát a NATO oldalon is a stratégák lényegében menet közben látják, hogy is néz ez ki a valóságban. Tehát ebből is következik, hogy egyik oldalon is korábban, míg most a másik oldalon, most az ukrán oldalon többet hibáznak. Már a stratégiai tervezésben Milyen? Is. Tudsz mondani konkrét hibákat, akár a fronton, akár a stratégiai tervezésben, amit te úgy ítélsz meg, hogy ezek bizony hibák, és a hadműveletek szempontjából is rosszul érintik az ukránokat? Egyrészt nem mérték föl kellőképpen az orosz ellenállás nagyságát. Másrészt továbbra is arra számítottak, hogy ahogy Harkivnál sikerült pillanatok alatt áttörni, úgy itt is. Tehát én úgy látom, hogy lényegében saját kommunikációk csapdájába estek, az oroszok el fognak futni. És nem futottak el, és akkor az egyik hiba az, hogy nem látok igazából B-tervet. A másik az, hogy én úgy látom, hogy a terv az volt, hogy behorpasztják a frontot, átjárókat nyitnak, tehát áttörik az első meg a második vonalat. Ha már említettük a szakértői vitákat, akkor azért szögezzük le, hogy egyelőre még az első vonalnál sem tartanak, az első védelmi vonalnál sem tartanak az ukránok. Én azt el tudom képzelni, hogy egyes helyeken már megérintik, de hogy összességében nincs, még ott kilométerekre vannak attól is. Tehát úgy gondolták, hogy áttörik, és onnantól csinálhatják azt, amit szeretnek, meg tudnak, a manőverező hadviselést, hát odáig nem jutnak el. Tehát ez is egy tervezési hiba. A másik, vagy a harmadik az, hogy megváltoztak egy kicsit a felderítési körülmények. Tehát az, hogy idáig egyértelmű és döntő fölényben volt a nyugati, akáltal megtámogatott ukrán oldal. Most viszont az orosz részről az elektronikus hadviselés, az elektronikus zavarás olyan, hogy az hatékonyan működik. És közben
a felderítésük is följavult, tehát ekkora fölény, mint ez korábban volt, vagy akkora fölény nincs nyugati, illetőleg ukrán oldalon. Tehát nagyjából ezeket mondom, és mondom a kiképzés, tehát a... Tehát ezek azok a hibák, amelyek így fölsorakoznak és egymásra rakódnak. Összességében azt látjuk, hogy az ellentámadás nem úgy indult, ahogy azt eltervezték, ez egyértelmű, éppen ezért van most egyfajta, hogy is fogalmazzak, ilyen lélegzetvételnyi szünet, egy újragondolási folyamat. Mennyire lehet demotiváló a hadseregnek az, hogyha sikertelenség van? Mégiscsak több, mint már lassan másfél éve tart ez a háború, sokan haltak meg, nehéz helyzetben van Ukrajna. Amikor az van, hogy küzdünk, meghaltak egy csomóan, és még az első védelmi vonalat sem értük el, ez mennyire ronthatja ilyen dominósznószerűen, vagy iszonyat gyorsan az ukrán hadsereg moráját? Kezdjük azzal, hogy a legelkötelezettebb és legkiképzettebb katonák már régóta a fronton vannak Ukrajnában, tehát akik most kerülnek a frontra, az korosztályban sem a fiatalabbak, hanem a már a 40 fölötti, jó, erősen 40 fölötti korosztály, tehát már korosztályi jellegéből adódóan is ezek az emberek már jobban átgondol, több a veszteni valójuk, ők már családot, egzisztenciát hagynak ott, nem okvetlenül önként és dalolva mentek a frontra, tehát az elkötelezettségük, a moráljuk eleve nem olyan acélos, mint azt a korábban a frontra kerülteké volt. Azon kívül, ahogy említettem, a propaganda, a saját propagandájuk csapdájába eshettek, mert ugye miért van az, hogy Ukrajnában továbbra is úgy gondolja a 64%-a a megkérdezetteknek egy friss felmérés szerint, hogy igen, menni kell a frontra, és szívesen mennénk a frontra, mert nem érzik még azt, vagy még mindig nem is értem, hogy miért, de nem mindenki érzi azt, hogy a fronton meg is lehet halni. Azért, mert az egycsatornás kommunikáció azt sugallja, hogy az oroszok morálja tragikusan gyenge, ők el fognak futni, tehát azok a mondjuk 40 fölöttiek, akik most elmentek a frontra, oda kerültek egy néhány hetes kiképzéssel, és úgy gondolták, hogy nem lesz ott baj, mert az oroszok megint elfutnak, most azzal szembesültek, hogy nem elfutnak, ott maradtak, és nem csak ott maradtak. Az első napon, ha jöttek is ilyen hírek, hogy az oroszok fejvesztve menekülnek az ukrán ellentámadás elől. Így van, valamivel meg kell erősíteni a még ki nem érkezőknek a moráját. Szóval ezek látják, hogy nem csak, hogy nem futnak el, hanem lőnek. Sőt, oly mértékű tüzet zúdítanak rájuk, és olyan légi fölényben vannak, hogy itt nem csak meg lehet halni, hanem nagyon sokan halnak meg. Hát itt, hogyha orosz forrásokat nézzünk, akkor 14 ezerről beszélnek. Pár hét alatt. Pár hét alatt. Tehát az elmúlt 2, maximum 3 hétben ennyi halott lehet. Maradjunk annyiban, hogy a kelleténél jóval csak több, tehát sok halott van. A harmada, az is sok, drámai. Sok, drámai ez. Tehát amikor a morálról beszélünk, akkor igen, tehát ezzel szembesülnek most, hogy az oroszok közben a hibákból tanultak, az oroszok védelmi vonalakat építettek ki, ellenállnak, ráadásul a védekezés főleg kiépített védelmi vonalak mellett sokkal hatékonyabb tud lenni, és sokkal kevesebb veszteséggel jár, mint a támadás. És még ráadásul egy olyan támadás, ahol a katonai könyvekben előírt három-négyszeres túlerővel nem rendelkezik, sőt, az összhaderőnemi támadáshoz, műveletekhez sem alkalmas, mert ahogy már említettem, a légi és a tüzérségi fölény nincs meg, sőt, abban kimondottan az oroszoknak van döntő fölényük, tehát itt ebből, ilyen szempontból is több sebből vérzik ez a támadás. És az, hogy ez megakadt, ez hatással lehet, sőt lesz az ukrán harci morálra, mert senki nem szereti azt, hogy látja, hogy sebesülteket, halottakat visznek vissza a frontról. Viszont
Ugyanakkor az ukránok továbbra is támadási kényszerben vannak, azért, mert ezen a nyáron valamiféle sikert föl kell mutatni, ahhoz legalábbis meg kell próbálkozni még újabb támadásokkal, és egyébként azt se felejtsük el, hogy legalább 40-45 ezer fős tartalék még érintetlenül ott áll a frontvonalaktól 50-100 kilométerre. Tehát még van élőerő kapacitás, technikában már messze nincs akkora tartalék, de élőerő kapacitás arra, hogy támadást indítsanak, vagy nagyobb támadást indítsanak, újra próbálkozzanak. Itt még egy dátumot említenék, július 11-et, tehát a vilniuszi NATO csúcsot, én úgy gondolom, hogy ehhez a dátumhoz valamiféle fog kapcsolódni valamilyen ellentámadás. Előtte csinálnak valami látványosat. Valamit kell csinálni, hiszen azért az logikus megint csak, hogy az ukrán diplomáciai törekvéseknek valamiféle, a fronton is valamilyen hátteret adjanak. Tehát itt minimum ahhoz, hogy még inkább elkötelezett legyen a nyugat a fegyveres támogatásban, de hát az ukrán NATO csatlakozás kérdéséhez is kellene valamiféle, hát legalábbis aktivitás, ha még nem is siker. Tehát már ezen utóbbi ugye már a Vilniusban elvileg nem lesz napirendre, Gavis Stoltenberg ezt mondta. Illetve amin miatt én azt gondolom, hogy ez a meccs egyáltalán nincsen lejátszva, hogy annyi pénzt szavaznak meg csak az elmúlt napokban Ukrajnának, hogy úgy tűnik, mintha nem arra készülnének, hogy ez volt Ukrajna utolsó esélye. Egyáltalán nem arra készülnek. Jelen pillanatban még mindig ott tart a nyugati oldal, hogy a Oroszország meggyengítésért hajlandó áldozni, az ukrán, ha nem is győzelemért, de azokért a pozíciókért, hogy az ukrán fél jó helyzetben kezdhesse el a tűzszüneti tárgyalásokat, és közben Oroszország ezzel párhuzamosan gyengüljön, vagy a nyugati elvárásoknak megfelelően gyengüljön, erre még hajlandóak áldozni. És én úgy látom, hogy azt is tudják, hogy most kell áldozni, mert jövőre sokkal nehezebb lesz az amerikai választások miatt, sokkal nehezebb lesz a nyugati társadalmaknak az elfáradása miatt. Tudja, hogy az európai parlamenti választások is mit hoznak? Így van, tehát én nem gondolom, hogy az európai parlamenti választásokon óriási fordulat lenne az erőviszonyokban, de nem látom is, lehet, ezt. Mert ugye mondjuk van a néppárt, elvileg az a jobb oldali, így van, tehát akik szintén ugye át Ursula von der Leyennel azért, meg mondjuk vannak a szociáldemokraták, vagy a baloldaliak. Tehát lényegében a mindenki, vagy hát ez létrejön háborúpárti. Valamilyen AfD, nemzeti tömörülés, tudom én, olasz testvérek, meg Fidesz. Hát az nem fog át. De ilyen meg nem, nem nincs most jelenleg napirenden. Nincsen napirenden. Így van, tehát azért mondom, hogy az erőviszonyokban ott nem lehet óriási változás, legalábbis én így látom egyelőre. Viszont az európai társadalmaknak a háború mögötti kiállása azért nem olyan egyértelműen az örök időkig szól, tehát ott lehetnek változások, bár ott is olyan erős ennek a média beágyazottsága, a kommunikációs háttere, hogy az sem egyik pillanatról a másikra fog lezajlani. Hát ha egy kicsit úgy lankadna a lakosság támogatása, akkor bedobnak valami szörnyű borzalomról szól. Hírt. Én nem vitatom, hogy vannak ilyen borzalmak, de hát azért ezt lehetett nagyjából látni. Hát mondjunk a közelmúltból két példát, ugye a Kahovkai gát átszakadt, ezt nem kell bedobni, az átszakadt, de most például Zelenszky azzal riogat mindenkit, hogy az oroszok most mindjárt föl fogják robbantani az atomerőművet. Egyébként, ha a Kahovkai gát kérdése előjött, akkor itt ugye én még továbbra is azt mondom, hogy inkább valószínűsítem, hogy Ukrajna áll mögötte, de csak inkább, bizonyítékot egyik verzióra sem látok, viszont nyáron azért érdekes dolgok történhetnek, és itt nem csak Zaporizsja felől Tokmak-Melitopol vagy Mariupol irányában indulhatnak
újabb támadások ukrán oldalról, hanem elképzelhetőnek tartom, ha nem is egy fő támadásként, de a front meghúzásaként, az orosz erők széthúzása érdekében az alacsony vízállású Dnyeperen, Herszon felől megpróbálnak átkelni, vagy ami még valószínűbb, mint lehetséges verzió, a kahovkai vízerőmű víztározónak már most egyes helyeken olyan alacsony abban a vízállás, hogy ott lassan végrehajtható egy támadás azon keresztül Energodár, tehát a zaporizsiai atomerőmű most ellen. Most nem orosz kézen van? De orosz kézen van, tehát ukrán támadásról beszélek. És ez azért kicsit még mindig közvetett bizonyíték lenne, de azért kicsit még jobban valószínűsíteni, hogy esetleg ez pont ukrán... fordítva mondta, hogy azért robbantották fel az oroszok, van, de... mert így akkor elvágják azokat az ukrán ellentámadásos útvonalakat. Lehet, hogy mégsem. Meglátjuk. Egyébként, hogyha Zelenszkijnek ezt a friss kommunikációját összekapcsolom ezzel a verzióval, hogy ott megindult valami támadás, akkor lehet, hogy ez a riogatás, hogy az oroszok ott mire készülnek, egyfajta kommunikációs előkészítése egy ukrán támadásnak. Fel kell szabadítanunk az atomerőművet. Még mielőtt az oroszok felrobbantanák. Mert alá is aknázták, ugye? Így van. Mondják, mint ahogy a gátat is, stb. Mondom, minden elképzelhető, azonban ez az elmúlt 16 hónap tapasztalataiból arra a következtetésre jutottam, hogy az ukrán kommunikáció és a lehetséges lépések között is hát erős összefüggés van. Igen, mert a kahovkai gáttal kapcsolatban is azért már előtte is megvolt ez az ukrán kommunikáció, az oroszok arra készülnek, hogy felrobbantsák. Ott sokkal erősebb volt az orosz figyelmeztetés. Tehát az oroszok tavaly ősszel az ENSZ-ben már figyelmeztettek, tehát ott, hogy az ukránok folyamatosan lövik a gátat. Tehát ezt az ENSZ-ben tudták, ezt az oroszok előterjesztették, de komoly figyelm, valamit tenni kéne, ott éppenséggel másik volt. Én még mindig hajlok arra, hogy mi van, ha tényleg baleset történt. Én tudom, hogy ezek a balesetek így elég furának hangoznak, főleg egy északi áramlat 2 felrobbanása után, de mi van, ha addig lőtték, hogy tényleg átszakadt? És lehet, hogy nem akarták, hogy most szakadjon át, de átszakadt. Én nem, hogy nem zárom ki, hanem én is komolyan valószínűsíthető verziónak tartom, hiszen mintha mindkét felett valahol meglepte volna, vagy váratlanul érte volna ez konkrétan az átszakadás. Így van, így van, így van. Tehát én ezt egyértelműen így látom, hogy ezt a verziót egyáltalán nem lehet kizárni. Azt pedig... Egyébként az meg annyi, hogy igen, de ez se jó, tehát hogy már akkora a káosz Ukrajnában, hogy ebben az a magyarázat, hogy már ráadásul ilyen ellenőriz, ebben ez a, még talán rosszabb is, mert ez már egy ellenőrizhetetlen káosz, már nem is tartják a kezükben a káoszt, és már van olyan, ami, tehát ha ez így van. És ez ha ez így van. Hát nézd, 16 hónapnyi háború után azért kicsúsznak a felek ellenőrzése alól a folyamatok. Ez valahol természetes is, de ez mind megint csak azt erősíti, hogy nem szabad a végtelenségig feszíteni a húrt, nem szabad eszkalálni a folyamatokat, a háborút, sem Ukrajnán belül, ne adj Isten Ukrajnán kívül, és vannak erre komoly erők, komoly akarat, hogy az eszkaláció nem áll le. Tehát amit említettünk, az, hogy a fegyverek, ez is az eszkaláció, vagy a jelenlegi feszültség fönntartása, hogy a fegyverek továbbra is menni fognak. Ha nem is olyan mennyiségben és minőségben, hogy az ukránok ezzel meg tudják fordítani a hadihelyzetet, de olyan mennyiségben és minőségben mindenképpen, hogy a háború fönntartható legyen. A háborús állapot fönntartható legyen, és én mondom, ebben a tekintetben, és itt van a másik hiba, hogy az ukránok az erős nyomás alatt, tehát a támadási kényszer alatt úgy kénytelenek támadni, hogy ezt ők is mondják, és ebben igazuk van, hogy technikában, különösen nehéz technikában, meg most nem ismétlem, hogy légierőben, légvédelemben,
nincsenek arra fölkészülve, hogy átütő és hatékony támadást hajtsanak végre. Itt nagyon-nagyon fontos kérdés véleményem szerint, és úgy tudunk a mostani szakaszról és a későbbiekről is véleményt formálni, hogy nem az az 1-2 kilométeres előretörés, vagy ha most tudok, lehet is számokkal dobálózni, hogy akár 100 négyzetkilométert el is foglalhattak ideiglenesen, mert attól függ, mihez képest. Tehát most az úgynevezett biztonsági zónában, tehát ilyen szürke zónában lehet ezt egy 900 kilométeres fronton így ezt kommunikálni, ugyanakkor nem ez a lényeg. Tehát hogyha hanem most is, és későbbiekben még inkább, hogyha mérleget akarunk vonni, hogy bármiféle ukrán siker, hát hogyha egyáltalán nincs áttörés, akkor meg a vereségnek a következményéről beszélhetünk, de még hogyha valami előretörés van, akkor is az a lényeg, hogy milyen áron. Nem a kilométerekben lehet ezt mérni, hanem az áldozatok számában, illetőleg a technikai veszteségek arányában. Tehát itt alapvetően továbbra is egy anyagháború folyik, és inkább ebből a megközelítésből kell eredményesnek, vagy kevésbé eredményesnek tekinteni egy-egy támadást. Ezért nem tartom én, hogy mondjam, relevánsnak ezt a... Elérték az első vonalat, vagy nem érték el az első vonalat. Jelen pillanatban egyet biztosan elmondhatunk, hogy a támadásnak ebben a fázisában a várakozásoknál és az ukrán várakozásoknál is jóval több a veszteség. Ugye még itt beszéltünk a nyugati támogatásokról, illetve fegyverekről. Több hír is volt a héten azzal kapcsolatban, hogy ekközben Európa is valami fajta fegyverbeszerzést szeretne végrehajtani. Aztán, hogy ez mennyire fog összejönni, az nagy kérdés, mert ugye elég komoly vita van. Macron is beszélt a fegyverkezésnek a szükségességéről. Ugye itt ketté kell szerintem választani a történetet, egyrészt azon fegyvereket, amelyek Ukrajnában menne, másrészt meg azon fegyvereket, amelyek az európai nemzeteknek a haderő fejlesztésére fordítódnak. Hogy látod most ezt? Igen, tökéletesen egyetértek, és válaszok is ketté. Az Európai Unió, és most az Európai Unió törekvéséről beszélünk alapvetően. Majd be fog jönni ebbe a képbe az Egyesült Államok is, hiszen mindenbe belejön, minden képbe belekúszik. Tehát az Európai Unió tavasszal döntött arról, hogy 1 plusz 1 milliárdot áldoz, plusz még fél milliárdot az európai haderő fejlesztésére. Tehát 1 plusz 1 milliárdot plusz fél milliárdot áldoz arra, hogy 1 millió lőszert, tüzérségi lőszert szállítsanak egy éven belül Ukrajnának, és az európai készleteket feltöltsék, illetőleg az eddig átadott lőszert, illetőleg fegyverzetet, vagy kompenzálják a tagországoknak. Na most, mit olvasunk nap, mint nap, hogyha mit hallunk, hogyha a politikusok, nyugati politikusok megnyilvánulnak, teljes elkötelezettség Ukrajna támogatása mellett, ugyanakkor itt van mögötte az, amit látunk, hogy még erről az 1 millió lőszerről sincsen megállapodás, hogy honnan szerezzék be, hogy lehet ezt előteremteni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a kiürült európai raktárakat, tehát az európai védelmi képességet visszaerősíteni. Az amúgy is gyenge, de most még jobban meggyengült európai védelmi képességet megerősíteni, hiszen háborús helyzet van mégiscsak a kontinensen. Ez fölvett több kérdést. Az egyik az, hogy mekkora üzlet a háború. Itt azért van némi ügyeskedés. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a kisebb országok nem csak azért adták át szinte az egész fegyverzetüket, mondjuk a baltiak, akik folyamatosan arról beszélnek, hogy mindjárt megtámadja őket Oroszország, erre az összeset, szó szerint szinte az összes fegyverüket átadták, olyan sok nem volt azért, de átadták Ukrajnának, de ugyanez vonatkozik Szlovákiára, a nagyobb országokra is, Görögországra,
az az ügyeskedés, hogy az Európai Unió ezt kompenzálja valahogy, meg új fegyvereket kell beszerezni, tehát ez egyrészt modernizálják így a kisöpört raktárak után a hadsereget, és megpróbálják az Európai Unióval megfinanszíroztatni. Például az észteknél jött elő, hogy nem az átadott fegyverek árát, hanem a beszerzendő fegyverek árát próbálták kifizettetni, de mivel az Európai Uniónak sincs annyi pénze, azért ez rögtön lebuktak, mert nehezen adják ki a pénzt. És na most ez a vita, ez az ügyeskedés, ez megy, hogy akkor ne a mi... Valahogy majd megkapjuk, ha más nem olcsóbban, a jobb fegyvereket. Ez az egyik része a dolognak. A másik az, hogy a hadipar részéről óriási üzlet a háború. Ez, amit idáig mondtam, ez inkább ügyeskedés, ez kisebb biznisz. De az, hogy ki fogja legyártani azokat a fegyvereket, lőszereket, ugye az amerikai elképzelés az volt, és mondom, beúszik a képbe az Egyesült Államok, az volt, hogy Európával átadatunk minden fegyvert, ami van, kisöpörtetjük a raktárakat, ez addig, amíg a régi fegyverzetről volt szó, ebben tökéletesen partner is volt Európa, mert ő is úgy gondolta, hogy igen, és akkor utána majd valahogyan. Jön az új fegyver. Azokat a harckocsikat, ami lehet, hogy már csak a múzeumban jó. Így van, tehát úgy is le voltak vagonat, zsírozva, utána be se indultak. Például ezért van az, hogy a Leopard 1-esek majd csak valamikor a nyár közepén tudnak megérkezni Ukrajnába, mert azokat nem harcképes, hanem indításra képes állapotba kellett hozni, de még kell is. Szóval óriási problémák vannak, de a háború nagy üzlet. Az amerikaiak úgy gondolták, hogy Európa üres raktárait majd amerikai fegyverekkel töltik föl, az európaiak fizetnek, óriási biznisz, ebből nyer az amerikai hadipar, ami nem egyenlő az amerikai állammal, az amerikai gazdasággal, de vannak átfedések ebben, és így ennek két előnye van, az egyik az gazdasági, tehát a biznisz, hogy óriási hasznot lefölözni, a másik pedig geopolitikai, hiszen azzal, hogy amerikai fegyverzettel modernizáljuk az európai hadseregeket, azzal továbbra is Európa fölött tartjuk a védőernyőt, tehát Európa önállósága nem tud megvalósulni, tehát Európa autonómiájának, önállóságának, szuverenitásának a biztonságpolitikai lába továbbra is hiányzik. Tehát itt jön be a geopolitikai sík a képbe, tehát az, hogy Emmanuel Macron itt ugye ellenáll az amerikai törekvéseknek, mert ugye a francia hadipar is elég erős, és a francia hadipart is szeretné helyzetbe hozni, vagy helyzetben tartani. Ezért aztán itt szintén üzleti alapon és az általa sokat emlegetett stratégiai szuverenitás miatt is európai fegyverekkel látná el Ukrajnát, és még inkább európai lőszerrel és fegyverekkel védené meg Európát a jövőben. Itt tart a vita, aztán a lengyelek nem csak Amerikából, hanem Dél-Koreából szereznek be fegyvereket, lobbiznak az amerikai fegyverekért, a németek, hát ami van nekik, például IRIS-T rendszer a légvédelemben, de izraeli meg amerikai fegyverek mert légvédelem mellett érvelnek mindenek előtt. Ennek egyetlen egy racionális alapja van, hogy az európai hadipar rövid távon nem képes akkor annyi fegyvert előállítani, de ha el se kezdi, akkor hosszú távon sem lesz képes erre. Tehát Európa széttartása az továbbra is szembetűnő, akármilyen kérdést veszünk elő, most adott esetben a fegyverek kérdését. Tehát, és visszatérve a kiinduló ponthoz, hogy Ukrajna mellett a kiállás óriási, de akkor, amikor a gyakorlatban kéne megmutatni azt, hogy mit tudunk, akkor már nem vagyunk olyan erősek, mert egyrészt a képességeink nincsenek meg rá, másrészt ugye hát itt az európai haderőt is valahogy hát nem szabad teljesen legyengíteni, hiszen már most is vészesen legyengítették. Tehát ez a háború, hogyha innen nézzük, akkor sem folytatódhat a végtelenségig.
Na és akkor a műsor végére behoznék még egy hírt, amit az Origo egyébként azzal a címmel hozott le, hogy nagy a baj, újabb országot támadhat meg Oroszország, és még mielőtt haragudnánk az Origóra, ezúttal igazából ők csak a nyilatkozónak az álláspontját hozták, ugyanis a Svéd Nemzetvédelmi Bizottság a hét elején közzétett egy biztonságpolitikai jelentést, és úgy vélekednek a svéd szakértők, hogy Oroszország képes lehet egy újabb frontot nyitni Svédország ellen, mint mondták, ennek ellenére Stockholm továbbra is elkötelezett amellett, hogy legkésőbb a NATO júliusi vilniuszi csúcsán a szövetség teljes értékű tagjává váljon. Tényleg nem zárható ki annak a veszélye, hogy Oroszország támadást indít Svédország ellen? Manapság semmi nem zárható ki, de ennek kicsi az esélye, sőt, minimális. A kijelentés, illetve nem csak kijelentés, ugye itt egy dokumentumról van szó, ugye az utolsó mondat magyaráz mindent, hogy vegyenek föl bennünket minél előbb a NATO-ba, mert különben Oroszország meg fog támadni bennünket. Én fölidéznék még régebbi, még a háború előtti brit kijelentéseket is, hogy Londonig fog elszaladni Oroszország, és akkor utána megnéztük, hogy miért is mondja ezt a brit védelmi miniszter. Hát igen, mert akkor zajlott éppen a költségvetés vitája, és még nagyobb katonai tehát kiadásokat próbált a költségvetésben kitárgyal, kialkudni. Itt pedig arról van szó, hogy húzódik Svédországnak a NATO csatlakozása török és magyar vétó miatt, illetve fenntartások miatt, még a tárgyalási folyamat van, és a svédek ilyen kis ügyes húzásokkal megpróbálják ugye a veszélyt, az ördögöt a falra festeni, hogy azért gyorsan ráncsatok be bennünket. Ez az egyik része a dolognak, a másik pedig az, hogy a svédek mindig is mondjuk egy NATO, vagy így az Európában, az Európai Unión belül ahhoz a lobby csoporthoz tartoznak, amelyek radikálisabban állnak Kelet-Európa kérdéséhez, most az ukrán háborúhoz, Ukrajnában dúló háborúhoz is, de korábban ugye emlékezzünk csak a keleti partnerség, meg minden, tehát ilyen lengyel-svéd kezdeményezések voltak, Carl Bildt nagyon aktív volt Ukrajna felé, stb. Tehát emögött az is van, hogy a lengyel-balti skandináv lobby az a nyugati blokkon belül a radikálisabb csoporthoz tartozik, vagy a radikálisabb hangnemet üt meg, ezt az erőcsoportnak a sokkal nagyobb az elkötelezettsége az ukrajnai háború mellett is, nagyobb az orosz ellenesség, és kevesebb a reálpolitikai alap. Tehát itt is, tehát nem reálpolitikai szempontból kell megközelíteni ezt a dokumentumot, illetőleg a svéd külügyminiszter kijelentéseit, hanem egyrészt van ez a vágyvezérelt, sokszor morális alapú gondolkodás, másrészt pedig még egyszer hangsúlyoznám, hogy az a kis ügyeskedés, taktika, hogy így talán hamarabb fölvesznek bennünket a NATO-ba. Hát ez volt a Moszkva tér mai adása. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a svéd NATO csatlakozásból, az európai előszerbeszerzésből és az orosz-ukrán háború jelenlegi szakaszából, mert hogy ezek zajlanak ahhoz képest, hogy nyár van, azt látjuk, hogy azért uborka szezon nincs, meg nekem az is új, hogy a diplomácia, illetve a különböző ilyen nemzetközi találkozók is valami miatt nyárra vannak időzítve nagyon sok. Így van, ez a nyár most nem lesz, nem a szabadságolások nyara lesz politikai értelem. A fronton, mint említettük, hát forró nyár várható, de a diplomáciában is, hogy csak, ugye itt felhoztuk a vilniuszi csúcsot július elején, 11-én, de augusztus 22-én kezdődik a BRICS dél-afrikai találkozója, tehát mind a kettő nagyon-nagyon fontos lesz, tehát a diplomáciában is zajlanak az események, és nem csak a csúcs találkozókra kell gondolni, hanem az egymást követő béketervekre, bocsánat, még lesz egy orosz-afrikai csúcs. Elvileg lesz egy Biden-Xi Jinping találkozó, és ha minden igaz, de
Én szerintem előtte lesz még egy, ugye most volt Blinkennek, a külügyminiszternek, amerikai külügyminiszternek a pekingi látogatása, szerintem még lesz egy viszontlátogatás. Ugye a kínai miniszterelnöke közben Berlinben volt a héten. Így van, tehát diplomáciai aktivitás, két front, tehát a fronton, konkrétan a fronton is, és a diplomáciai frontján is. Lula brazil elnök, ugye Olaszországban tartózkodik. Szóval így van, tehát nincs nyugalom, nincs csönd. Én annak örülök, hogy a diplomácia frontján nagy az aktivitás, mert ez némi reményt ad arra, hogy valamiféle diplomáciai megoldás felé is közelednek a felek. Természetesen azt tudjuk, hogy ez csak akkor lehetséges, ha úgy alakul a fronton is a helyzet, hogy van értelme a két oldal. Az egyik oldalon van értelme leülni, a másikon meg nincs más választás, mint hogy leüljön tárgyalni legalábbis a tűzszünetről. Stier Gábor, köszönjük szépen!